Sziasztok! Ebben a videóban, mint láthatjátok, egy újabb Fugger BDT-t fogom megnézni. Viszont ez nem M41-hez lesz, hanem V43-hoz. Ugye látjátok, hogy 319-es a pályaszáma. Ugye a 300-as sorozatú BDT-k azok V43-hoz lettek kitalálva. És hogy látjátok, ez egy 60-i, tehát úgymond ilyen patkány festésű BDT, illetve pontosabban BDBT. Nem tudom, hogy mi különbség a BDT meg a BDBT között, de valószínűleg az, hogy ez ilyen bicikliszállító is. Mint láthatjátok, a modell az egy ilyen Fuggert kidolgozású, igazából egy pár helyen hiányoznak róla dolgok, mint például itt egy kürt, itt egy középső kapaszkodó, de ezt mind dobozba külön megkaptam hozzá, csak fel kell ragasztani, mert ugye ezek letörtek róla, de amúgy van pótalkatrész. Látjátok így az elejét, szép szürke színű, ezen már ablaktörlők is vannak, meg egy ilyen légvezeték itt a jobb oldalán. Ez a csörgős BDT-ben nincsen rajta sajnos, arra majd kéne szerezni valahonnan. Itt látjátok a másik oldalát. Ugye itt van ez a biciklis embléma. És megmutatom közelebbről, ugye itt a nem dohányzó alatt, ott van egy ilyen biciklijel, ugye, ami azt mutatja, hogy ez biciklit is tud szállítani. Nos, ugye itt láthatjátok a középen az ajtót, és itt tovább pedig a másik ajtó. Aki régebb óta követi a csatornát, az tudhatja, hogy még nyár elején, vagy talán még tavaly volt nekem egy sima patkány BDT-m, viszont azt elkótyavetjeltem, eléggé rosszul jártam vele, de most ezt meg fogom tartani, nem fogom eladni, vagy ha eladom, akkor normálisan fogom, mert azzal azért eléggé rosszul jártam. Mindegy, ebben nem szeretnék most belemenni. Itt oldalt láthatjátok a vezetőfülkéhez az ajtót, ott látszik oldalt, hogy V43, így itt szépen a biciklis rész, ugye ide majd kell kapaszkodó, itt a pályaszám, a BDBT, és ennek a honállomása szintén 60, mert ugye 60-ban voltak ilyen festésű BHV-k, BDT-k, talán BY is volt, ha jól tudom, és V43 is készült ilyen festésben. A Fuggert is adott ki, szintén V43-ast ehhez a fajtához. Úgyhogy igazából ez a szerepen is úgymond meg van valósítva, viszont azokat eléggé nehéz találni, úgy mint ilyet. Tehát ez is, ezek is eléggé borsos áron mennek azért. Mert egyrészt ugye azért, mert Fuggert, másrészt azért, mert ilyen festésű, harmadrészt, mert BDT. Tehát BDT sincsen nagyon mávosból, de azért azt gyakrabban lehet találni. De tehát tényleg ez egy eléggé ritka dolog. Menetfény ebben nincsen, tehát ez nincs úgy felszerelve, mint a mávos BDT. Úgyhogy hát igazából ennek ez a izéje, de fel lehet ezt simán szerelni, tehát ez simán csak egy ilyen műanyag vagon. Az alján, így nem tudom mennyi látszik, de ez a cucc, aminek itt kéne lenni, ott látszik a lyuk, aki vannak hozzá furva, az még nincs felrakva, de azt is megkaptam dobozba hozzá. És ezt, akitől vettem, ez egy elég jó fej csávó, és valószínűleg tőle fogok most már beszerezni ilyen Fugger cuccokat, mert tényleg mindenhez van alkatrésze, meg ilyesmi, tehát lehet, hogy fogok tőle venni egy sima Fuggert csörgő hajtást, és arra meg veszek tőle szintén Fuggert görög csörgő kasznit, és akkor az úgy összeállítom, és akkor az úgy tökéletesen jó lesz. Amúgy kb. Így ennyit szerettem volna mondani erről a BDT-ről. Keresek majd hozzá egy betétkocsit, egy sima BHV-t, vagy BY-t esetleg, és akkor majd a csörgő után lehet csatolni. Furán fog kinézni, az van ráírva, hogy V43, de hát maximum podgyászkocsinak tökéletes, mert a valóságban is például talán láttam egyszer egy Sergej 20 BDT-t,
De ugye a Sergelyben nincsen távvezérlés, tehát ott is valószínűleg csak izének használták podgyászkocsinak, de szerintem amúgy egész jó festése meg színezése van. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!